Köszöntöm nézőinket, önök talán a magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Ballagás. Elröptették a lofikat a gimnázium végzősei. Érettségi. Tartottak tőle, de felkészülten ültek be a diákok a magyarra. Kebab is vaffül. Mindenki találhat fogára valót az új tolnai üzletben. Tolnai mözsi arcok, hajózás és vendéglátás. A Tolnai Gimnázium diákjai is elballagtak, búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól, középiskolás éveiktől. Vagy kint a valóságot, ami húz, ami tép, ami szétszed, belőle láncol. Vagy kint mindent, mi bántott, a tükörképeli téged, Herczig Gábor, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium egyik végzős társaságának osztályfőnöke úgy véli, az idei évük nagyrészt már a búcsúzás hangulatában telt. Fél szemmel már az érettségre tekintettek a ballagás napján is. Főleg a szallagtűző volt a mi program. Ők közösen tanultak egy táncot, és a szallagtűző bál volt még az idei évben, ami meghatározó volt az életükben. Most meg majd jön az érettségi. Illetve hát tegnap volt a bolond ballagás, ami a zöld napot, beöltöztek mindenféle jelmezekbe, végigjárták az iskolát, elbúcsúztak az osztályoktól, a többi, az alsóbb évesektől, a többi kollégáktól elbúcsúztak bolondossal, ma meg elbúcsúznak a ballagással. Mi nekünk 6 évet bejárt útunk van, tehát mi a 6-osztályos gimnáziumba jöttek a gyerekek. Ez egy rendhagyó év volt, mert a gimnázium életében még nem volt ilyen, hogy egyszerre 2 osztály indul a 6-osztályos gimnáziumba, és azóta sincs ilyen. Úgyhogy 3 osztály ballag az idén, 2 a 6-osztályosba végzett, 1 pedig 4 osztályos képzést kapott, illetve az is egy rendhagyó gimnázium életében, hogy 3 osztályfőnök is férfi tanár, és ilyen se volt még szerintem a gimnázium életében. Ez egy elég hosszú időszak volt, ez a Covid időszak, ez azért a közösségi életet, a közösségi programokat, ez teljesen tönkretette, és még a Covid után, mikor visszajöttünk, az a fél év, az sem ment egyszerűen, látszott azért a gyerekeken ez a kihagyás, úgyhogy ez az a generáció, ezt megszenvedte, azt elmondhatjuk sajnos. Kicsit átalakul az érettségi, vannak olyan tantárgyak, amik új követelmények vannak, ez még nekünk tanároknak is kicsit új és furcsa lesz. A többség az tovább tanul, a felsőoktatásba, egyetemre szeretne menni, persze ez függ majd az érettségi eredménytől is. Egy páran akarnak a szakképzésbe menni, de a nagy többség az egyetemet képzelte magának a jövőben. Burikata, a végzős diák, vidáman érkezett erre az ünnepi napra, bár fejben egy kicsit már az érettségire készül. Fontos volt, hogy a tanároknak ajándékot válaszunk ki, akik felkészítettek minket, hogy megköszönjük a sok év munkáját, és még hát ki kellett választani a megfelelő ruhát, meg tegnap sokat próbáltunk, gyakoroltunk, hogy fogunk kimenni, igazából ilyesmi. Töri tanárnak, aki felkészített faktból egy bögrét, egy nagyon jó felirattal, és a többi tanárnőnek pedig csokival. Szerintem mindenki izgul egy kicsit, meg nem biztos, hogy mindenki fejben itt van 100%-ig, mert már a hétfőn gondolkodunk, hogy milyen lesz a matek, de hát próbáljuk kielvezni, és elengedni a lufikat. A matek is nehéz lesz szerintem, mert ugye abban is újdonságok vannak, meg a magyarban is olyan dolgok vannak, amiket eddig nem kérdeztek, szóval hát ez a kettő igazából, amit a legjobban tartok. Az eddigi szövegalkotás helyett egy 20 pontos műveltségi feladatsort fogunk kapni, ami hát nagyon rámegy arra, hogy nem tudom, ilyen pontosan fogalmakat tudjunk, korszakokat, költőket, életrajzokat, és ugye eddig ilyen nem volt. Matekban pedig pár új témakörbe jött, ami eddig nem volt az előző érettségikben. Antal Katalin meleg szívvel tekint vissza az előző évekre, hiszen élményekkel és nagy tudásanyaggal gazdagodott. Felöltöztünk barátnőmmel, együtt készülődtünk, családdal is megbeszéltük, ugye megünnepeljük, megebédelünk, mert hát azért mégis nagy dolog ez, hogy elballag az ember. De én úgy gondolom, hogy az évek folyamán a tanáraink nagyon jól felkészítettek minket. Nyilván most nagy a stressz mindenkiben szerintem, de hát igazából megpróbáljuk a maximumot kihozni belőle. Én úgy gondolom, hogy jól felkészítettek minket. Mindenképpen egyetemre megyek. Igazából mindenki
más is szinte egyetemre megy. Szerintem nagyon jó volt, mert minden olyan, mindent megkaptunk, amire szükségünk volt, felkészítettek minket, sok tanárunk igazából plusz munkát is belefetszölt ebbe, külön, akár Zoomon külön órát tartottak, hogyha szükséges volt. Tehát tényleg nagyon sokat dolgoztak velünk, és ezért igazából én nagyon hálás vagyok az összes tanáromnak, mert szerintem ők is nagyon kitettek magukért. Pálinkás Gábor intézményvezető felemelő beszédével adott útravalót a gyerekeknek. Végzősként ti is egy meghatározott pályaívét követve haladtuk előre, és most itt állva biztosan érzitek a száguldás érzését. Mára a 64. kör végén jártok. Telik az idő, közeledik az erőfeszítések vége, de addig mindent bele kell adni. A végzős diákok a ballagás után félveugrottak neki az érettséginek, hiszen idén nagy változáson estek át a feladatsorok. Pálinkás Gábor, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium intézményvezetője köszöntötte a diákokat a magyar érettségi reggelén, és elmondta az alapvető információkat. Kedves érettségiző fiatalok, jó reggelt kívánok mindenkinek, bár volt olyan ember, aki 7:30 érkezett már, hogy 8 órakor kezdődik az érettségi, de ez nem csak a gyerekekkel volt így. De ez nem probléma, ennek örülök. Ezen a héten viszont előre szeretném jelezni, hogy minden érettségi 9 órakor kezdődik. Még egyszer elmondanám, bár nem tudom, hogy hányszor hallottátok, gondolom rengetegszer, de még így is van, aki összekeveri ezt a dolgot. A jövő héttől viszont ne felejtsük el, hogy 8 órakor kezdődnek az érettségik, jó? Ezt tessék megjegyezni, mert problémák lesznek. Köszönöm szépen, hogy aránylag időbe ideérkezett mindenki, hiszen a szabály is azt mondja, hogy fél órával legkésőbb itt kell lenni a kezdés előtt. Remélem minden fölösleges dolgot letettetek ott a felkészülő termekbe. Telefon, okosóra senkinél nincs, és senkinél nem is lehet. A következő féleképpen lehet még mindig megszabadulni tőle. Az összes terem előtt van egy asztal, amire kikapcsolt állapotban mind a kettőt el lehet helyezni. Jó? Ha ennek ellenére valaki elfelejti, hogy bevitt mégiscsak magával telefont vagy okosórát, az ugyebár szabálytalanságot követ el, és annak következményei vannak, úgyhogy legyen olyan kedves mindenki figyelni erre, és nem elfelejteni, hogy itt még az utolsó pillanatban meg lehet tőle szabadulni. Aki hallja a nevét, az majd a kollégával bemegy a terembe. Ott lesz egy ilyen kis rövid tájékoztató a feladatsorral kapcsolatban, időkkel kapcsolatban, mikor lesz a megtekintés, azt tessék figyelmesen meghallgatni, bár minden egyes alkalommal el fogják ezt mondani, de jó lenne, ha már az első alkalommal megértenénk, és akkor nem az újdonság erejével csodálkoznánk rá jövő héten csütörtökön, hogy mikor kell megnézni a dolgozatot. WC-re bármennyiszer tulajdonképpen ki lehet menni. Remélem nem is gondoltatok ilyenre, hogy csalás, meg visszaélések, de hogyha menet közben ez netán kiderülne, akkor abban a pillanatban a jegyzőkönyvre fogunk írni egy jegyzőkönyvet, és sajnos ugyan megírhatod a dolgozatot, de utána lesz elbírálva az érettségi elnököt bevonva, hogy milyen következményei vannak ennek, úgyhogy ezt ne erőtessük. Én úgy gondolom, hogy mindenki rendesen felkészült. Szerintem a kollégák is megtettek mindent azért, hogy ti rendesen felkészüljetek. Úgyhogy igazából nekem nincs más dolgom, mint nagyon sok sikert kívánni mindenkinek. Nőtigné Koncz Éva, a gimnázium magyar tanára beszélt az új feladatsorról. Tankönyve követik ezt az elvárást, ezt az új rendet. A fogalom szótár van minden tankönyv végén, amiből tudtuk őket segíteni, hogy mit kell, tehát pirossal is kiemelve, hogy mik azok a fontos fogalmak, amik az új feladatlapban, a műveltségi tesztben megjelenhetnek. Ugye itt kikerült egy gyakorlati feladattípus, az érvelés, és helyette egy ilyen lexikális tudást mérő műveltségi feladatlap jött be, de a könyvek ezt követik, tehát ez tudatosan felépített rendszernek mondhatjuk a tankönyvbázist, ami erre az érettségire felkészít. Előző évek feladatlapjaiból is gyakoroltunk, és megpróbáltuk a gyerekeknek a
a gondolatait úgy irányítani, hogy egy kicsit más lesz ez az érettségi. Én, hát az is gond volt, hogy ugye ők 9. osztályban szinte egész évben Covid-ban voltak, tehát az egy kicsit más tanítási módszer volt, más tanulás volt, azt jobban át kellett ismételni még egyszer a 9. anyagot. De hát igyekeztünk őket segíteni a 4, illetve 6 év során, ugye van egy 4-es meg egy 6-os osztályunk, és hát reméljük, hogy jól sikerül nekik. Soha nem találkoztunk ilyennel, természetesen a fogalmakat, a lexikális tudást eddig is tanítottuk, tanítjuk, tehát ez az irodalmi esszé írásában eddig is megjelent, hogy az kaphatott jó vagy jeles eredményt, aki használta az irodalmi fogalmakat, szakszavakat, képben volt, de most ezt még egy teszttel is, tehát egy más típusú feladattal is mérik, és hát a 100 pontos feladatsornak az 1/5, tehát 20 pontot ér ez a feladat, úgyhogy elég hangsúlyos, mondhatni, egy jegyet ér ez a műveltségi feladatlap. Tehát kicsit félnek tőle, hogy most 4 év anyagát hogyan tudják ők előhívni, és hogyan tudnak ebből minél jobb tesztet írni, úgyhogy hogy ez nagyon nagy újdonság, mert nem csináltunk még ilyet. Nekünk tanároknak is újdonság. A szándék az, hogy egy klasszikus műveltséget kapjon a diák, és ez meg is maradjon neki. Hát ezt majd a jövő megmutatja, hogy valóban sikerül-e ez a klasszikus műveltség kialakítás. A pedagógusok hangsúlyozták, aki munkát és energiát fektetett az előző évek alatt a tanulásba, az biztos eléri a kívánt eredményt. Ne menjenek messzire, rövid kereskedelmi kitérő után folytatjuk a Telena magazint. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasáru, akkor Bajai és Fia vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Egyben vaffelező és kebabos nyílt a Szekszárdi utcán. A betérők egy kellemes környezettel és finom ízekkel találkozhatnak. Először is gratulálok nektek, hogy ilyenbe vágtátok a fejszészeket. Az egy öröm, hogyha a város bővül, egy új szolgáltatások jelennek meg. Ez mindenféleképpen gazdagítja a településünket. Bízom benne, hogy a fiatalok, idősek, középkorosztály is ide fog találni, és egy jó kis találkahely lesz, olyan kínálatot fogtok tudni nyújtani, amire meg lesz a vevőközönség.
Berta Zoltán alpolgármester elmondta, nagyon fontos, hogy támogassák ezeket a vállalkozásokat, hiszen fellendítik a város mindennapi életét. Örömmel tölt el, hogy egy újabb szolgáltatóegység nyílik ma Tolnán. Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehettem. Nagyon fontos az, hogy egy településen ugye ne csak az épületi infrastruktúra legyen jó, hanem töltsük meg ezeket tartalommal. És ezeknek nagyon-nagyon fontos része a szolgáltatás. A versenyszféra által nyújtott szolgáltatások is, hogy milyen lehetőségeket nyújtanak az itt élőknek. Nagy probléma Tolnán az, hogy viszonylag kevés az ilyen és hasonló szolgáltatóegységek számára. Bár jelzem, hogy a Covid után egy kis fellendülés tapasztalható, ami nagy örömmel tölt el, hiszen volt azért olyan időszak, amikor Tolnáról szinte el kellett menni, akár egy hamburgerért is, hogy mondjuk Szekszárda, mert itt helyben nem lehetett. Úgy látom, hogy azért szaporodnak az ilyen szolgáltató egységek. Tartsuk helybe a vevőközönséget, tartsuk helybe a tolnaiakat, mözsieket, szolgáljuk ki helybe őket. Én biztos vagyok benne, hogy hosszú távon ez egy sikeres üzletpolitika lesz. A tulajdonosok külföldi tapasztalataikból táplálkozva szánták rá magukat, hogy itthon nyissanak egy ilyen üzletet. Ott nagyon sokat tettük ezt a török ételt, és ott már megfogant bennünk, hogy ezt szeretnénk itthon is csinálni, hogy ennek egy hagyománya legyen itt Tolnán. Hol a döneren kívül még, amit kínálunk, az fagyit kínálunk nekik, illetve bubble waffelt különböző szószokkal, öntetekkel, esetleg, hogyha valaki kér rá, akkor szórásokat, illetve csokit. A bubble waffel egy igazi különlegesség, Zsolték pedig szerették volna ezt elhozni a tolnaiak életébe. Hát igazából egy ilyen levegősebb tészta, buborék formában néz ki a tészta maga, egy pohárba van beletekerve, amiben a vendég igényei szerint van töltve, nutellával, fagyival, tejszínnel, gyümölccsel, különböző ízkombinációkat tud választani. Igazából Tolnán ilyen nincsen, azért is gondoltuk, hogy megpróbáljuk, hogy az emberekhez eljusson, minél olcsóbb, kedvezőbb áron próbáljuk adni, hogy minden réteg tudjon nálunk enni. Mindenki megtalálhatja az üzletben számára legkedvesebb ízeket. Nagyon észre. És miért kértél, mi van benne? Kinder, csoki, fagyi, nutella, meg csoki öntet. Nagyon-nagyon finom, nagyon jól is néz ki. A hús az kimondottan nagyon finom. Nem az a túl fűszeres, az a pont nagyon jó. A saláta is isteni, hát a szósz az meg szerintem nagyon-nagyon jó. Úgyhogy minden nagyon finom. Mi nagyon örülünk, hogy ez itt Tolnán lett, meg hát a drága barátnőmeknek is nagyon-nagyon örülünk, úgyhogy reméljük, hogy sokan lesznek, és hogy nagyon sokáig lesz ez nekik. A Tolnai és Mözsi Arcok rendezvénysorozat legutóbbi vendégei idősebb Mantzinger László, Uszály kormányos és Szőke Anikó gyakorlati oktatásvezető voltak. Idősebb Mantzinger László 18 éven keresztül volt Uszály kormányos, az ez idő alatt szerzett élményeit osztotta meg a közönséggel. Végighajoztam a Dunát, Regensburgtól Izmaelig. Végigjártam a Dunát. Izmaertum lefele, tengeri mérföldet írnak, és ott is már hajoztam tengeri mérföldön. Kokszot raktam Izmaerba, és azt vittem Ferencvárosba. Uszály kormányos voltam. Amikor először hajoztam, mint Uszály kormányos, akkor mentem le Aldunára, mert fönt Bécsig hajoztam, Pest meg Bécs között hajoztam. És akkor mentem le az Aldunára. Ott láttam először, hogy az uszályokat mozdon húzza föl csatornába. A vaskaput, ám mindenki azt emlegeti a vaskaput, ez egy hajó volt, az volt a neve, vaskapu. És így lett vaskapu ottan. Az segítette át az esésen, a vízesésen az uszályokat. Drótkötéllel húzta magát előre. Ezen kívül természetesen a gobelini varrásról is mesélt, hiszen nemrégiben kiállítása is nyílt. Hajózásnak próbáltam meg először télen, teletem Csepelen. Akkor hát ráértünk ott a telelésben, különben műhelybe álltam, hogy javításra vártam, és akkor kimentem a Csepelen,
a bótokat megnézegettem, és akkor láttam azt a goblent varrást. És akkor ott utána megkezdtem a varrást, és azóta beleszerettem ebbe a varrásba. És akkor így nagyon sok tépképeket csinálgattam. Már volt kiállításom, Pesten is voltam kiállításom, és Fábri műsorába. Azt is megosztotta, hogy Fábri Sándor is belevart az utolsó vacsorába, ennek pedig örökre nyoma is maradt a képen. Szőke Anikó ezúttal magánemberként jelent meg, úgy, mint a gasztronómia szerelmese. A gasztronómiáról lesz majd szó. Én bízom benne, hogy be fog szivárogni majd a Snitta Sámuel Egyesületnek a tevékenysége, ahol régióelnökként tevékenykedem, illetve az iskolai, a vendéglátó iskolának a tevékenysége is meg fognak majd jelenni. Az alapítvány fölkarolja tehetséges diákokat, illetve a szakmát erősíti, és összefogja a szakmában dolgozókat, vendéglátó egységeket, vállalkozásokat. Azért, ha már lehetőség nyílt rá, természetesen az oktatás is szóba került. Igen, a komáromi úrral már volt egy előbeszélgetésünk, és nagyon kíváncsi arra, hogy mit lehet tanítani a vendéglátó iskolába, és erről biztosan szó lesz majd. Hogy itt a viselkedéskultúra, az etikett, a protokollszabályoknak a megléte, azoknak a helyes használata, a vendégekkel való kommunikáció, a felszolgálási módok, a különböző étel-italismeretek, a rendezvényekkel kapcsolatos teendő fognak biztosan szóba kerülni. Végül, de nem utolsó sorban a flambírozás művészete került terítékre. A vendéglátáson belül, még a hagyományőrzésképpen a flambírozás, mint művészetet biztosan érinteni fogjuk, hiszen ez egy versenyszám is volt pár hetet Faddomboriban, Donotika Hotelben, ahol nemzetközi versenyt szerveztünk, és ennek apropója is, hogy akkor a flambírozó állványt itt bemutatom, és erről egy pár szót majd beszélgetni fogunk. Az esti jó hangulatban telt az egyébként pocsék idő ellenére is. Önök a Tolnatel Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!